Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól. És a te lelkeddel. Kedves testvéreim, ma az Anyaszentegyház Szent Domonkos áldozó papra emlékezik. Guzmán Domonkos eredetileg spanyol kanonok volt. Püspökével együtt átutazott az albi eretnekek tanításától megfertőzött Dél-Francia vidéken, és megtérítésükére a püspökkel karöltve alapította a prédikáló testvérek rendjét. A domonkosok közül sok kiváló hittudós került ki. A szent alapító Bolognában halt meg 1221-ben. Mai szentmisét fölajánlom a határainkat védő rendőreinkért és katonáinkért. A szentmis elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk! Mert vétkeztünk el veled. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! És add meg nekünk a bűnösséget! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre! Amen. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus
Könyörögjünk. Urunk Istenünk, segítse egyházadat Szent Domonkos példája és tanítása. Ő, aki oly kiválóan hirdette igazságaidat, mindenkor jóságos közben járunk legyen. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Habakkuk próféta könyvéből. Saját magáért és népéért a próféta így imádkozik. Uram, kezdettől fogva te vagy Istenünk, népünk szentje, aki nem hal meg. Uram, te rendelted ide Babilont, hogy ítéletet tartson, te tetted erős sziklává, hogy megfenyítsél általa. Szemed tisztább annál, hogy sem a gonoszságra tekints. Hogyan tűri szemed e gonosztevőket, és miért hallgatsz, amikor a gonosz elnyeri a nála igazabbat? Csak nem tekinted úgy az embert, mint a tengerhalait, és mint a csúszómászót, amelynek még gazdája sincs. A halász valamennyit kifogja horoggal, varsájába fogja, hálójába gyűjti, aztán ezen örül és újjong. Ezért aztán varsájának mutat be áldozatot, hálójának illatot, mert azok juttatták jófogáshoz és bőséges eledelhez. Vajon örökké tart, hogy kiveti hálóját, és kíméletlenül gyilkolja nemzeteket? Majd a próféta így folytatta. Kiállok őrhelyemre, és megvetem lábamat a sáncon, éberen figyelek, hogy lássam, mit szól hozzám majd az Úr, és mit felel panaszomra. Akkor az Úr meg is szólalt, és ezt mondta. Írd le a látomást, vésd fel táblára, hogy könnyen olvasható legyen. Mert ez a látomás a maga idejében beteljesedik, és nem hiúsul meg. Ha késik, csak várj. Biztosan bekövetkezik, tévedhetetlenül. Akinek nem igaz a lelke, az elbukik, de az igaz élni fog hűségéért. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Nem hagyod cserben azokat, Uram, akik keresnek téged. Nem hagyod cserben azokat, Uram, akik keresnek téged. Az Úr uralkodik örökké, ítéletre készen áll trónusa. Igazságban ítéli meg az egész földet, és igazságot oszt méltányosan minden népnek. Nem hagyod cserben azokat, Uram, akik keresnek téged. Az elnyomottnak az Úr a reménye, a nyomorúság és a szükség napjaiban egyetlen mentsége. Aki nevedet ismeri, kereste benned bízik. Uram, soha nem hagyod el a téged keresőt. Nem hagyod el, se nem hagyod cserben azokat, Uram, akik keresnek téged. Énekeljetek az Úrnak, aki Sionon lakik, hirdessétek nagy tetteit a népek között. Jól emlékezik a vért, gyűlöli, a szegények jajszavát nem felejti. Nem hagyod cserben azokat, Uram, akik keresnek téged.
Alleluja, 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 alleluja. Üdvözítő Jézus Krisztus győzött a halálon, s az evangéliumban fölragyogtatta az örök élete. Alleluja, alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Egy alkalommal egy ember járult Jézushoz, és térdre borulva így kérlelte őt. Uram, könyörülj, fiamon! Hol koros szegény, és sokat szenved. Hol tűzbe esik, hol meg vízbe. Elvittem tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani. Jézus így válaszolt. Hitetlen és romlott nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig tűrjelek titeket? Hozzátok ide a gyermeket. Jézus ráparancsolt az ördögre, és az kiment belőle, s a gyermek azonnal meggyógyult. Amikor Jézus egyedül volt, a tanítványok hozzámentek, és megkérdezték, miért nem tudtuk mi kiűzni? Ő így válaszolt, mert gyönge a hitetek. Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok-e hegynek itt, menj innen oda, átmegy, és semmi sem lesz számotokra lehetetlen. Ezek az evangélium igéi. Áldjon téged, Krisztus! Kedves testvéreim! Gyakran találkozom többnyire szektás embereknél olyan kijelentéssel, hogy nem kell csinálni semmit, nem kell tenni semmit, csak hinni kell. De ezek az emberek soha nem jelölik ki azt, hogy miben vagy kiben. Mert hihetek én a kiskutyámban is, de abból sok minden nem lesz. Katolikus egyház katekizmusa nagyon világosan elmondja, hogy mi a hit. Ugye meghatározza. Ezt idézem. A hit az ember válasza az Istennek, aki neki ajándékozza önmagát, és bőséges világosságot ad az élete végső értelmét kereső embernek. Ezt azért is fontos tudnunk és tisztában lennünk ezzel, hogy ne tudjanak becsapni mindenféle jött-ment tanítással, tévtanítással sok esetben. Ahogy egy alkalommal olvastam az egyik könyvben egy történetet, ez megtörtént eset volt valamikor a 90-es évek vége fele, hogy elment egy újságíró a feleségével együtt, valaki, ez most nem mondom meg, hogy hová. Lényeg az, hogy ott egy szektás nő tartott előadást, illetve kis szertartást a maga lakásán. És hát ugye az újságíró elmondja, hogy az ő felesége az nem volt katolikus, hanem protestáns volt. És akkor az illető szektás nő odament hozzájuk, elébük toppant, és azt mondta, nem kell semmit se tenni, csak hinni kell. És semmi többet nem mondott. Hát ugye így azért eléggé nehéz kitalálni, hogy én miben higgyek, mert én hihetek bármiben, bármiben. De ugye katolikus emberként tudnom kell, hogy nem bármiben, és nem bárkiben, hanem Istenben, a személyes Istenben kell hinnem. Mai evangéliumban Máté evangélista a hit erejét próbálja kiemelni és elénk tárni. Azt, hogyha az Istenbe vetjük a hitünket, akkor a hitünket, vagy mondhatjuk úgy is, hogy a bizalmunkat, hogy érthetőbb legyen, akkor bizony sok minden megváltozhat. Persze ebben benne kell lennie annak is, hogy rábízzuk az Istenre azt, hogy
mi és hogyan változzon. Tehát itt egy teljes ráhagyatkozásról van szó, az Istenre való hagyatkozásról. Tehát nem lehet azt megtenni, itt meg lehet tenni, de így nem működik, hogy egy kicsit ráhagyatkozok, meg egy kicsit nem. Vagy ráhagyatkozok, vagy nem hagyatkozok rá. Tehát nem lehet harmadik megoldást választani. Ugye a Szentírással kapcsolatban is. Vagy elhiszem teljes egészében azt, ami oda le van írva is, ahogy le van írva, vagy nem hiszem el. Ha már válogatni kezdek, akkor belecsúszok az eretnekség és a szekta világába. Nem lehet. Nincs köztes megoldás. Vagy hiszem, vagy nem hiszem. Vagy ráhagyatkozok a Jóistenre teljes egészében, vagy nem hagyatkozok rá. Ez a két lehetőség van. Egy kicsit ide is húzok, egy kicsit oda is, ez nem működik. Az igazi hitben az is benne van, hogy Isten akarata válik valóra az ember életében. Ez a szerencsétlen apa, aki Jézushoz járult a fia ügyében, gondolom előtte már ugye a tanítványoknál is próbálkozott, és ők, mint ahogy később megjegyzik Jézusnak, hogy mi miért nem tudtuk kiűzni azt az ördögöt. És akkor mondja Jézus, mert gyenge a hitetek. Tehát ez a szerencsétlen apa már úgy volt ezzel az üggyel kapcsolatban, hogy más remény már nincs. Oda megyek, és vagy elutasít, vagy pedig meggyógyítja a fiamat, vagyis a problémát megoldja számomra. És akkor Jézus, mivel látta, hogy ez az ember teljes bizalommal fordul felé, ezért meggyógyította azt a fiút. Sokszor halljuk, illetve olvassuk a Szentírásban azt is, hogy mivel nem hittek benne, illetve hitük miatt, gyenge hitük miatt abban a faluban, vagy azon a környéken nem sok csodát tudott tenni. Így a szülőfalujába is ugye elment, illetve nem a szülőfalu, hanem ahol fölnevelkedett Názáretben, nem sok csodát tudott tenni a hitetlenségük miatt. Vagyis mert nem mertek megbízni benne. Nem merték megélni azt a teljes ráhagyatkozást, amely szükséges ahhoz, hogy a csoda, vagyis hogy a Jóisten bele tudjon nyúlni az ő életükbe, és meg tudja változtatni azt. Jó irányba persze. Nekünk azt az üzenetet hordozza ez a mai evangéliumi részlet, hogy gyakoroljuk a hitünket, gyakoroljuk a teljes Jézus Krisztusra való hagyatkozást, hogy az életünkben azok a változások, amelyeknek létre kéne jönniük, azok létre tudjanak jönni. Vagyis a Jóisten, ha szükségét látja, akkor igenis bele tudjon nyúlni az életünkbe, és azt akár 160 fokos fordulattal is meg tudja változtatni. Adja meg nekünk a Jóisten minden napra a hit kegyelmét. Amen. Kérjük testvéreim Krisztus Urunkat, a jó pásztort, hogy mutassa meg szeretetét irántunk, és hallgassa meg kéréseinket. Urunk, Te vagy a pásztorok fejedelme. Ne hagyd egyházadat szent és kiváló lelki pásztorok nélkül. Aki nyájadat Péterre és utódaira bíztad, add, hogy Ferenc pápánk az apostoli lelkű szent főpapok nyomdokait kövesse. Aki jóságosan tanítod és neveled a népeket, ne engedd, hogy a világ elveszítse érzékét a lelki táplálék iránt. Aki ismered tieidet, ne engedd, hogy egy is elveszen azok közül, akikért véredet ontottad. Aki válladra veszed a gyengét és felkutatod az elveszett bárányt, erősítsd meg gyenge hitünket és térítsd vissza magadhoz azokat, akik elhagytak téged.
aki életedet adtad Juhaidért, ölelt szent szívedre elhunyt testvéreinket. Urunk Jézus Krisztus, hallgass meg néped kéréseit, és örvendeztesd meg nyájadat a pásztorok gondosságával, a pásztorokat pedig a rájuk bízott lelkek engedelmességével, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el a kezedből az áldozatot nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Atya Szent Egyházának. Urunk Istenünk, Szent Domonkos közbenjárására hallgass meg kéréseinket, és a hit bajnokait kegyelmet segítsége erősítse meg ebben a hathatós erejű áldozatban, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. És a te. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék Szent Domonkos ünnepén, s erősödjék buzgóságának példája láttán, ige hirdetésével oktatod, és előtted kedves közben járására, óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet himnuszát zengjük és vég nélkül énekeljük. Szent vagy, magasztalunk téged, mennyei Atyánk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. De kivált kép most, midőn Szent Fiad Jézus szeretetének asztalánál gyűjt egybe minket. Magyarázza a Szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor az Emmauszi tanítványoknak. Kérünk tehát, mindenható Istenünk, küld el szent lelkedet kenyérre és borra, hogy Jézus Krisztus jelen legyen közöttünk testével és vérével. Ő ugyanis a kínszenvedése előtti estén vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Majd ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt.
Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk fel támadásodat, amíg el nem jössz. Jóságos Atyánk, most ünnepi lélekkel megváltásunk emlékét üljük, és hirdetjük, hogy szeretsz minket. Kényszenvedése és halála által szent fiad átment az új életbe, s feltámadásával eljutott a te dicsőségedbe. Nézz jóságosan erre az áldozatra Jézusra, aki testét és vérét odaadja értünk, és ezzel az áldozattal megnyitja nekünk az utat hozzád, mennyei Atyánkhoz. Irgalmas Istenünk, ajándékozd nekünk szent fiad lelkét, a szeretet lelkét, hogy általa megújuljon hazánkban egyházad. Erősítsd meg az egység kötelékét a hívek és a papság között, papjaid és Péter püspökünk és Ferenc pápánk között. Add, hogy az egyház ebben a megosztott világban az egység és a béke eszköze legyen. Mennyei Atyánk, irgalmas testvéreinknek, akik Krisztus békében hunytak el, s légy irgalmas minden megholthoz, akinek hitét csak te ismerted. Támaszd fel őket a végső napon. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, ahol az élet teljessége s az örök dicsőség vár reánk. Engedd, Urunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, az apostolokkal és a vértanúkkal, remete Szent Pál és Boldog Özséb atyánkkal, Szent Domonkossal és minden szenteddel együtt, Urunk Jézus Krisztus által téged dicsőítsünk és áldjunk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk szavára, isteni tanítására így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Ami Urunk Jézus Krisztus testének és vérét is, váljék a szent áldozásban lelkünk üdvösségére. Jézus Krisztus szent tested és üdvétele, ne válj ki ítéletemre és kárhoztatomra. Isten bárányom, bűneit, irgalmazd
éme az Isten báránya, éme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondom, és meggyógyul az én. Könyörögjünk. Add Istenünk, hogy az odaadás tiszta hódolatával fogadjuk annak a mennyei szentségnek erejét, amelyben Szent Domonkos ünnepén részesültünk. Engedd, hogy akinek ige hirdetésével egyházat felvirágzott, annak közben járására támaszt találjon. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelk. Áldjon meg beteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.